A Tolnamegyei téli tárlat a megyében élő vagy kötődő 28 alkotó, grafikus, festő, szobrász művét mutatja be. A tárlaton több generáció is bemutatkozik, amíg egyetemista fiatalokon keresztül a középgeneráció számos tagján át, a megye legidősebb, illetve nemrég elhunyt művészéig. Többek között a Magyar Kultúra Lovagja elismeréssel kitüntetett Könyv István János, a háza előtt álló fákat ábrázoló grafikáit is megtekinthetik az érdeklődők. Sokáig gyűlölet tárgya volt előttem ez a három fa, mert ez a Göcsörtökben ott vergődik előttem, és mivel az idő megy és eltelt közben számtalan év, lassan-lassan kezdtem megszeretni őket, ezeket a gnómokat, én úgy hívom őket, hogy gnómok, és egy kicsit úgy van vele az ember, mint az idő múlásával, hogy a kritikai szellem az egy idő után szeretetbe szelidül. A téli tárlat hagyományteremtő céllal jött létre. A kurátor elmondása szerint a mai világ számos kihívást, elvárást támaszt az emberek felé. Ezért a kiállításukban szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen stratégiák mentén, milyen lehetőségterekben reagálnak a helyi alkotók ezekre a megpróbáltatásokra. Babits Mihály Kulturális Központnak eleve volt egy ilyen szándéka. Én pedig megkerestem a Babits Mihály Kulturális Központot az én szándékommal, most ez a kettő kiállítási szándékommal, amiben hoztam volna általam vezetett művésztelepet, illetve a Magyar Alkotók Országos Egyesületének az anyagát, a Tolnamegyei vonatkozású anyagát. Volt egy ilyen vízióm, hogy szeretnék egy ilyet, és kapóra jött gyakorlatilag, összedolgoztunk, és így lett a kettő szándékból egy, és így jött létre ez a tárlat, és szeretnénk folytatni majd triennálé jelleggel. A Tolnamegyei téli tárlat a Művészetek Házában március 20-áig tekinthető meg.